Kipakoltak az I.S. Művészeti Szakképző Akadémia animációs szakképzésén résztvevők. Fél éves vizsgájukat teljesítették munkájuk bemutatásával. A decemberi figyelemfelhívó után további közös akciókat terveznek a polgárőrök, a rendőrök és a közterület felügyelők. Bilisics Pétert, a polgárőrség vezetőjét várjuk a stúdióba. És kollektív bűnösök voltak. 1946. januárjában Budaörsön kezdődött a magyarországi németek elűzetése. Hétfőn, jó estét kívánok! Kipakoltak az I.S. gimnázium animációs szakképzésén résztvevők. Igaz, nem pontosan azt kell ez alatt érteni, amit gondolnak. Ők ugyanis kipakolásnak nevezik a féléves vizsgájukat. Most is, mint a képzés elindítása óta minden fél év végén, egy tabló és egy digitális prezentáció segítségével mutatták be a diákok a legjobban sikerült munkáikat a képzést vezető tanárok és diáktársaik előtt. Ez a közérdekű plakát, hogy ott vannak a kis tervek, több is volt, de ugye az volt a lényeg, hogy én inkább arra akartam felhívni az emberek figyelmét, hogy a halat enni kell, még akkor is, ha büdös, de mert hogy jó nekünk a hal. Sorra villantak fel a különböző grafikai, animációs, dramaturgiai, művészettörténeti órákon született alkotások, hang- és filmtöredékek, vagy éppen plakáttervek az I.S. Művészeti Szakképző Akadémia animációs szakos hallgatóinak a hagyományos fél évzáró beszámolóján, az úgynevezett kipakoláson, ahol most is, mint a képzés elindítása óta minden egyes zárszámadás alkalmával, a kurzust vezető szaktanárok értékelték a látottakat. Amikor úgy sikerül ráülnöd a hullámra vagy a flóra, akkor megműködnek ezek a dolgok. Hát nyilván azok alapján, amit elmondasz, arra van szükség, hogy egy kicsit nyugalmasabb helyzetbe kerülj, és akkor jobban fognak működni a dolgok. Egyeseknek megerősítésre, támogatásra volt szüksége, másoknak csak apró finomításra vagy egy-egy ötletre, amely tovább segítette az elkezdett téma kidolgozását, és akadt olyan hallgató is, aki szabályszerűen lenyűgözte tanárait sokrétű, színes, kreatív és ötletgazdag munkáival. Ez olyan szempontból szint felmérő, ha lehet így nevezni. Megnézzük, hogy hol tartanak. Ez fél évente szoktunk ilyen komolyabb összerőfenéseket. Hát nevezhetjük kipakolásnak, prezentációnak, igazából bármilyen néven futhat ez a dolog. Az a lényeg, hogy megnézzük, hogy állnak a feladatokkal, hogyha mondjuk van fél éves vagy akár egy éves feladat, akkor azt is meg tudjuk nézni, bár alapvetően rövidebb kifutású történetek vannak. Ezt itt megnézzük, értékeljük. Igazából itt elsősorban a szóbeli értékelésre fókuszálunk, mert mégis abból tanulnak a legtöbbet. Évfolyamonként 10-10 hallgató adott elő két napon keresztül a baptérben, szóban értékelve a fél éves teljesítményét, amely alapvetően egy rendkívül összetett művészeti munka sajátos lenyomata volt, helyenként egy kis játékkal és humorral fűszerezve. Kellett egy karaktert tervezni, ez volt az első feladat főleg. Ehhez körbeforgatást is kellett csinálni, az így sikerült. Burka Anna rendkívül sokat dolgozott az elmúlt évben, és egészen kimagasló alkotások kerültek ki a kezei közül. Igyekeztem a suliban is jól teljesíteni, és emellett még felvételizni is fogok idén, szóval arra is bőven készültem, rengeteg sokat festettem, mert egy olyan szakra szeretnék jelentkezni, ami elsősorban festő és másodszorban animációs szak, úgyhogy elég sűrű volt ez a fél év, és igyekszem a következőben főleg a vizsgafilmre fókuszálni, és kicsit többet pihenni. 800 kilométer csak zsíregyenesen kellett menni, és a rinszarvasok meg ott álltak az út közepén, és nem, az Istennek nem mentek arrébb, de hiába dudáltam, villogtam nekik, semmi. Kiszálltam, aztán volna próbáltam elhesegetni onnan őket, hogy menjenek, de baromira leszartak. Néztek rám, ki ez, hülye kamionos. A vizsgafilm ötletem az apukámmal készült egy interjú, ő kamionos, úgyhogy az ő sztoriait fogom benne megmutatni és animálni. A prezentációm pedig erről a fél évről szólt, amiket ebben csináltam, és amiket a legjobbnak érzek. Mennyire vagy egyébként megelégedve önmagaddal, illetve azzal, amit kaptál? Amit kaptam az iskolától, azzal teljes mértékben meg vagyok elégedve. Saját magammal kicsit kritikusabb vagyok, úgyhogy ezen dolgoznom kell, de alapvetően nincsenek nagy hiányosságaim, azt hiszem.
Mik a tapasztalatok, mennyire tudták teljesíteni a diákok azokat az elvárásokat, amit itt a tanárok megfogalmaztak, illetve mennyire lehet őket inspirálni ilyenkor, hogy az a hátrány, vagy az a hiányosság, ami még megvan, hogy lehessen pótolni, hogy megoldani. Én azt látom, hogy meg tudják oldani a feladatokat. Én úgy érzem, hogy onnantól kezdve, hogy fel vannak véve, nagyon szívesen csinálják, lelkesek, és azt is látom, hogy nagyon inspirálják is egymást. Egymást is erősítik, nagyon jó közösséget szoktak építeni ezek az osztályok, az elmúlt évek tapasztalatai ezt mutatják. Most ugye, hogy a oktatásban egy kicsit maga a művészet történet is kiszorult, mennyire fontos egy-egy ilyen szigetet megtartani, hogy az animációs képzéssel legalább át lehessen menteni bizonyos dolgokat a kultúrában? Hát nagyon egyszerűen fogalmazva, nagyon fontos, hogy maradjanak ilyen közösségek, szigetek, úgymond, ahol ezt a képzést lehetne folytatni. Én azt gondolom, hogy bármilyen művészeti irányban, de akár közismeretben is fontos lenne ezt a művészettörténetet megtartani. Elég szomorú hír, hogy ez ilyen módon kiesik, vagy bele van passzírozva a vizuális kultúra tantárgyba. Nem marad rá elég idő, úgy érzem. Így lesz utánpótlás majd? Szerintem ettől függetlenül lesz, mert aki szereti ezt csinálni, meg akarja csinálni, az úgyis ide fog jönni. A diákok munkáiból természetesen idén is készült egy kis kiállítás, amelyet a Babtéren tekinthetnek meg az érdeklődők. Bilisics Péter van itt a stúdióban, a Budaörsi Polgárőrség vezetője, meg hát egyéb polgárőrségi titulusai is vannak, de szerintem itt Budaörsön ez a legfontosabb, hogy ön vezeti a Budaörsi Polgárőrséget. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, így van! Az utóbbi időben több kutyatámadás is történt a legnagyobb budaörsi közösségi oldalon, sok mindent lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Foglalkoznak ezzel a polgárőrök? Szerencsés kimenetű volt eddig minden egyes kísérlet. Nyilván nem a kutya tehet róla, hanem sokkal inkább a gazdája. Foglalkozunk vele, nem szívesen, de muszájból. Legutoljára is hozzánk menekült be egy megtámadott fiatalember, aki sajnos a pénzét, iratait és a telefonját is elvesztette menekülés közben. A telefonját sikerült megtalálnunk, a többi az sajnos elment. Hogy történt ez a kutyatámadás? Nagyon egyszerűek egyébként. Jellemzően az esti órákban, sötétedés során Houdiniként kijön a kutya. Körülbelül tudjuk is, hogy melyik az a kutya, aki ezt elköveti, és agresszívan megy a kutyát sétáltatók felé, vagy a gyalogosok felé. Sajnos ott több multi áruház is van, akik a dolgozókat szintén meg szokta a kutya kergetni, és hát nem mindenki tudja, hogy hogyan lehetne ezt lereagálni, hogy ne váljunk mondjuk egy esetleges harapás áldozatává. Hát a futás az hasznos, de nem biztos, hogy célra vezető, mert lehet, hogy mi nem tudunk olyan gyorsan futni, mint a kutya. Igen, nem lehet eldönteni, hogy miért jön a kutya igazándiból, acsarogva, vicsorogva. Nem tudjuk eldönteni, hogy most játszani akar-e velünk, vagy csak unatkozik. És ugye, amikor kellő távolságra kerül a kutya arra sétálótól, akkor szégyen a futás, ahogy szokták mondani, de hasznos. Foglalkoznak ezzel olyan értelemben, hogy most történt egy-kettő-három ilyen kutyatámadás, hogy akkor mondjuk járják esténként az utcákat, és ha kutyát látnak, akkor mit csinálnak? Lefújják gásprével? Hát elvileg, ugye erre van egy gyepmesteri szolgálat, több telefonszám is be lehet jelenteni. Ez a legutolsó ilyen kísérlet az este 8 óra körül történt. Hiába telefonáltunk mi ezekre a számokra, sajnos nem tudtuk elérni őket. Ugye nyilván nekünk nagyon fontos, hogy nekik vannak olyan szükséges eszközeik, amivel úgy mondom, kulturáltan lehet a kutyát esetleg befogni, és utána a csipet kiolvasva eljárni a továbbiakban. Mi annyit tudunk tenni, hogyha látjuk, hogy kint van a kutya, járőrautóba beültetjük az arra sétálókat, most legutoljára egy Beagle-vel ment arra egy hölgy, és mondtuk, hogy akkor inkább fáradjanak be a kocsi hátuljára, és hazavisszük őket, mert nehogy valami baj legyen belőle. Ilyenkor mit lehet tenni, ha meg is találják a gazdát? Azt mondja, jaj, hát már megint kiszökött, mert a kerítés az nem tökéletes. Akkor megjavítja, oda tesz valamit. Majd a kutya ellöki, azt megint kimegy. Ilyenkor meg lehet őt büntetni, vagy el lehet tőle venni a kutyát? Szerintem nem az a cél egyébként, hogy megbüntessük. Nyilván a kutyának a legrosszabb, meg nyilván azoknak, akik esetleg ezt az atrocitást megélik. Nyilván meg kell nézni,
hogy valóban az állattartásnak a körülményei megfelelőek-e, és ugye jegyzői hatáskörben lehet meghozni azokat a sajnálatos, de szükséges intézkedéseket, ami ezzel kapcsolatban okokozati összefüggésé válhat. A polgárőrök nem félnek a kutyáktól? Hát a polgárőrök is emberek. Lehet, hogy van önök között olyan, aki azt mondja, hogy hát én írtózok a kutyáktól, főleg ha vicsorog rám, akkor én összetoljam magamat. Hát mindenki fél. Mindenki fél mindenkitől is most már ebbe a világba, de igazándiból a félelmet, hogyha nem mutatjuk ki az állat fele, ha megállunk, ha nem támadó magatartást, ha hangosan rászólunk, egy kicsit határozott mozdulatot sugallunk a kutya fele, akkor azért általában ezek elégségesek szoktak lenni. Olvastam, hogy karácsony előtt volt egy nagy akciójuk a rendőrökkel együtt, autókat állítottak meg, és különböző szabálysértésekre figyeltek. Egyrészt kérdezem, hogy mi volt ott a feladatuk, hiszen a polgárőrök autót nem állíthatnak meg, másrészt kérdezem, hogy mik voltak a tapasztalatok. Hatóságokkal együtt szerveztünk egy akciót több helyszínen a városban. Tulajdonképpen ilyen csillagpontosan egy-egy órára azokat a pontokat néztük meg, ami a gyalogos forgalmat zavarja, a kerékpáros forgalmat zavarja, esetlegesen a szabálytalan haladás irányba nem tartása, ezek voltak a fókuszok. Kamaraerdőn volt a villamos végállomásnál egy megállítási pontunk, és nagyon jól működött az egész, hiszen jelektelenített autóval és jelegesített autóval is látványosan felhívtuk figyelmeztető lámpa használatával, hogy itt most egy közlekedésbiztonsági akció van. Az IJ-nél is voltunk, a Templom téren is voltunk, illetve a Baross utcának a két végénél, az egyik a könyvtár előtt a Zadi sarkán a kerékpáros áthaladást biztosító felfestésnél, amit jellemzően egyébként gyalogátkelő helyként használnak az emberek teljesen tévesen, és a kerékpárosok pedig a stop táblát figyelmen kívül hagyva átmennek az úton, ami szintén balesetveszélyes, és a buszvégállomásnál volt szintén gyalogos átkelőhely. Nyilván hatóságokkal együtt dolgoztunk közösen, szerintem jó üzenete volt az egésznek. Megköszöntük a szabályosan közlekedő gyalogosoknak, kerékpárosoknak, illetve gépjárművezetőknek a szabályt követő magatartását. Akik hibáztak, azoknak pedig felhívtuk a figyelmet a hibáikra. Nem a bírság volt a lényeg. Apró szaloncukrot, mandarint, banánt adtunk át a megállított állampolgároknak. Ilyenkor a rendőr megállítja az autót, és akkor önök oda mennek ugyanúgy, mint hogy a rendőrök lennének, vagy a rendőr mellett állnak. Mit csinálnak ilyenkor? Összetettebb volt a feladat, mert volt olyan polgárőr kollégánk, aki minősített drónkezelő vizsgával rendelkezik, és minősítve van a drón. Ő figyelte a drónnal, hogy megadják-e a gyalogosoknak a gyalogátkelő helynél a elsőbséget a gépjárművel közlekedők, illetve volt olyan kollégánk, aki fedélzeti kamerával rögzítette, hogy a kötelező haladási irányt nem betartva balra nagy ívve, ne felejts utcánál ez rendszeres, megtartják-e az állampolgárok vagy nem. És igazándiból az a célja ennek, hiszen hogyha a gyalogátkelő helynél 20 ezer forinttól indul a büntetésnek a anyagi érték és 6 büntetőpont, tehát háromszor ezt eljátszom és ugrik a jogsim, a haladás iránynál pedig 8 büntetőpont, és bizony-bizony ugye az a 18, az hamar el tud fogyni ilyenkor. Mik a tapasztalatok? Mondta, hogy hát gyakori, hogy a Ne felejts utcánál balra kanyarodnak. Mondta, hogy gyakori, hogy átmennek a stop táblán, meg olyan irányba a kerékpárosak, ahogy azt nem lehetne. Romlott a közlekedési morál Budaörsön? Én nem azt gondolom, hogy Budaörsre fókuszálva. Sajnálatosan azt tapasztaltuk, hogy a kétszer egy óra alatt, mint egy 1000 gépjárművet néztünk meg elektronikus eszközökkel, és abból több mint 13 szabályt sértést követett el. Ezek nem jó számok, magas számok. A Baross utca, Ady Endre sarkánál szintén nem jó dolog, hogy gyalog átkelő hely ott van 50 méterre, ráadásul egy forgalmi irányító lámpával kezelten, a könyvtárnál közvetlenül, és nem ott mennek át, hanem inkább szabálytalankodnak. A kerékpárosok, ahogy említettem, nem állnak meg a stop táblánál, ami nekik is kötelező lenne, és hát ezekkel a tapasztalatokkal ezt elemezni kell, és a Kamaraerdőt se felejtsük ott el, ott a reggeli és az esti órákban sajnos a buszról leszállva, takarásból kilépve,
a forgalomkorlátozó táblát figyelemen kívül hagyva, hát érdekes helyzetek alakulnak ki, ahogy a villamoshoz mennek. Igen, pedig hát a KRESZ oktatáson mindenki megtanulja, hogy álló jármű mellett óvatosan kell elhaladni, főleg, hogyha az az álló jármű csak mostanában állt meg, például egy autóbusz. Így van. És hogyha személyi sérülés történik, akkor ez baj. Lesznek még ilyen akciók a közeljövőben? Mindenképpen mind a közterületfelügyelettel, mind a rendőrséggel tervezzük azt, hogy rendszeresen fogunk ilyen akciókat végrehajtani. És nagyon fontos üzenete van ezeknek az akcióknak, hogy a reagáló polgárőrség és a reagáló rendőrség képét erősítsük azt meg, hiszen nem lehet minden utcasarkon polgárőr, közterületfelügyelő vagy rendőrt látni, de ha baj van és szükség van, és meg kell előzni valamit, és itt a megelőzésen nagyon fontos hangsúly vagy nagy hangsúly van, akkor ott vannak. Amikor megérkezett a stúdióban, mesélte, hogy láthatáson is segítkeznek. Mert hogy amikor elválik a házas pár, és az apa vagy az anya, attól függ, hogy ugye kinek ítélik a gyereket, elviheti két hetente vagy meghatározott időpontokban láthatása, akkor nem akarja a másik szülő odaadni, és akkor mennek a polgárőrök és segítenek? Nagyon érdekesek ezek a dolgok, és egyben nagyon szomorúak. Hiszen nyilván ezekben a családi helyzetekben a bíróság jogerősen dönt. Jogerős döntést minden félnek figyelembe kell venni. Sajnálatosan egyre többször előfordul, hogy magához a gyermek láthatásának az átadását biztosítsák a polgárőrök jelenlétükkel, hogy nehogy esetlegesen verbalitáson kívül fizikális atroció legyen. Történjen. Legutoljára is itt karácsonyi dúsán megmagyarázhatatlan okból megtörtént maga a látadás tulajdonképpen, és a menet közben a gépkocsiból kidobta a láthatáson lévő gyermeknek a cuccait az édesapa, mert a esztelen dühét így vezette le. És akkor mit lehet tenni? Hát ugye nyilván becsöngettünk, fölvettük a csomagot, odaadtuk az édesanyjának, próbáltuk megnyugtatni, és hát mondom, fontos az, hogy jelen vagyunk, és ott vagyunk, és akkor nyilván egy pici visszatartó elő van. És ebben tudja, mi a szörnyű, hogy ezt a gyerek is átéli, és a gyerek is látja. Neki ez milyen emlékeket jelent majd 10-20-30 év múlva? Óriási tróma. Gyakori az ilyen, mert most volt egy ilyen, de hogy ez gyakori, tehát sűrűn segítkeznek láthatásoknál? Most már többedik alkalommal előfordul, de nagyon jó, mert emberismeretünk van, helyismeretünk van, és sokszor a közelben lakó polgárok kollégának a számát is direktbe megadjuk, hogyha esetleg, ne adj Isten, baj van, akkor ő nagyon gyorsan tud reagálni rá. Hát, hogyha otthon van, vagy hogyha éppen ráér, mert hát nyilván ugye a polgárőrök ingyen végzik a munkájukat szabad idejükben, és nyilván van valami főállásuk. Így van, nyilván fontos az, hogy gyorsan tudjuk lenni, de ugye sokkal egyszerűbbnek tűnik ez a fajta segítségnyújtás szükség esetén, mint hogyha mondjuk a 112-t fölhívom, a 112 kiadja a tevékenységirányítást kiszól a polgárőrségnek, és a polgárőrség utána szól ki, tehát rövidítjük a segítségnyújtásnak az időtartamát. Sok mindenről tudtunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kollektív bűnösnek nyilvánították őket, ezért menniük kellett. 1946. január 19-én, azaz majdnem pontosan 78 éve indult el az első svábokat kitelepítő vonat Budaörsről. A svábságon akkor könnyű volt fogást találni, németek voltak. A németek pedig elvesztették a II. Világháborút, ráadásul szörnyű bűnöket is elkövettek. Büntettek hát mindenkit. A történtekről az idén is megemlékeztek német nyelvű szentmisével, visszaemlékezésekkel és koszorúzással. Német nyelvű misével kezdődött idén is az előzetés 78. évfordulójára szervezett megemlékezés a Nepomuki Szent János római katolikus templomban. Az egyházi szertartást követően elsőként Vittinkov Tamás budaörsi polgármester emlékezett vissza az 1946-os tragikus eseményekre, párhuzamot állítva az akkori és a jelenkor háborúit is meghatározó társadalmi beszéd és ideológiai érvek között. Napjainkban két borzalmas háború zajlik a világban. Az egyik közvetlenül a velünk szomszédos Ukrajnában. Imár két éve tart Oroszország agressziója, amely csak a II. Világháború borzalmaihoz mérhető, és amelyet némelyek cinikusan csak különleges katonai hadműveletnek neveznek. A másik pedig a szintén nem oly messzi Izraelben,
amelyik egy rettenetes terrortámadással indult. Nincs hát okunk legyinteni, hogy az, amire ma emlékezünk, nem történhet meg újra és újra bárhol. Mindig színre lépnek olyan elvakult politikai vezetők, akik folyamatos uszítással és manipulációval elérik, hogy elfogadhatóvá tegyék társadalmaikkal az épp ésszel elfogadhatatlant. Vitinkov Tamás beszédében bemutatta azokat az eseményeket, politikai megnyilvánulásokat is, amelyek lényegében már az 1920-as évektől kezdve előkészítették az 1946-ban bekövetkező katasztrófát. Amikor megszülettek a kitelepítésről szóló döntések, a már említett Kovács Imre parasztpárti politikus Gyönyörű elégtétel című cikkében üdvözölte a gyalázatot. Gyorsan az is egyértelművé vált, hogy igazából a leginkább dolgos németek vagyonára, házaira, megművelt földjeire volt szükség, volt igény. A legfrissebb kutatások szerint 1941-ben a magyarországi németeknek összesen 60.400 háza volt Magyarországon. Ebből 1945 és 1948 között 44.750 ingatlant, azaz a 74%-át vette el tőlük a magyar állam. Ahogy a szomorú történelmünk során, hogy gyakran lenni szokott, alig akadtak néhányan, akik megpróbálták megakadályozni a tragédiát. Az akkor progresszív napilapnak számító magyar nemzet hasábjain tiltakozott 32 magyar értelmiségi, illetve Bibó István készített egy memorandumot, amelyben szokásához szíven bátran és keményen fogalmaz, miszerint azok az indulatok, amelyek a magyar lakosságban ezáltal fölkorbácsoltatnak, és amire a politika nyíltan rájátszik, semmiben nem különbözik attól, amit szinte egy évvel korábban a zsidókkal műveltek. A magyar kormány döntését, ennek a végrehajtását azonban már semmi nem tudta megakadályozni. Így aztán 1946. január 19-én éppen Budaörsről gördült ki az első vonat a rémült és megalázott német nemzetiségű családokkal, akik a vagonok oldalára fehér festékkel azt festették fel, hogy Isten veled hazánk. Ezt a szerelvényt 1947-ig még 6 másik követte, immár örökre megváltoztatva az addig ismert Budaörsöt. Vitinkov Tamás után Ritter Imre, német nemzetiségi parlamenti képviselő osztotta meg a gondolatait a hallgatósággal. Vertreibung, Verschleppung, előzetés, elhurcolás. Két szó, melyet mindenki ismer, magyarországi németek történetének két nagy tragédiája, melyek tízezrek halálát és százezrek több évtizedes fizikai és lelki szenvedését eredményezte. A két tragédia, melynek ártatlan elszenvedőit évtizedekig bűnösnek bélyegezte a kommunista hatalom és szenvedéseikről, megaláztatásaikról, évtizedekig, ahogy azt mi svábok, mi magyarok mindannyian tudjuk, még csak beszélni sem lehetett. 1946-ban Szent VI. Pál pápa egyik beszédében, melyet Márton Áron püspök az 1947 évi újévi észjósó üzenetében is idézett, eként fogalmazott a háború és az azt követő évek borzalmaira utalva. Rosszak az idők, mert rosszak az emberek. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Ritter Imre szerint még a rendszerváltást követően is évekig kellett várnia a magyarországi németségnek arra, hogy beszélhessen és méltóképpen emlékezhessen az 1946-os tragédiáról. Csak a 2000-es évektől indult el az a folyamat, amelynek köszönhetően ma már emelt fejjel nézhetnek szembe a történtekkel. Fontosnak tartom, hogy nemzetiségünk a mai napokban is kiemelkedő személyiségeket ad Magyarországnak és az egész világnak. Fontosnak tartom, hogy erről a nemzetiségi közösségeink tudjanak, büszkék legyenek rá, és ezt az egész magyar társadalom is tudja, mert sajnos erről a média, a nyilvánosság ma is alig-alig értesül. Nekünk azonban erre büszkének kell legyünk, és erőt kell adjon ahhoz, hogy a német nemzetiségi identitásunkat megerősítsük.
Ritter Imrét követően Terézia Mann, a budőrsi Heimatverein Bretzfeld elnöke, a Bretzfeldi Heimat Múzeum korábbi igazgatója beszélt az egykor elűzöttek nevében, megemlékezve arról a rendkívüli munkáról is, amelyet Matthias Schmidt végzett. Utolsóként Boros György, a budőrsi német nemzetiségi önkormányzat elnöke szólt a megjelentekhez, a helyi németség történetét elevenítve fel beszédében. A németek előzőtése otthonaikból, hazájukból érkezésük után 225 évvel 1946. január 19-én indult el Budaörsön. A község több mint 80%-át kitelepítették, és 47-ben 7 vasúti szerelvény szállította a lakosságot előbb Németország nyugati, később keleti zónájába. Budaörs ezután egy hagyományaitól megfosztott településképét mutatta, és néhány hónap alatt összeomlott mindaz, ami hosszú évszázadok szolgálatos munkájával felépült. A templomi beszédeket követően a megjelentek átvonultak az egykori községháza épülete elé, és az ott található emléktábla előtt elhelyezték koszorúikat. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja hétfőn este. Most következik Bétót László műsora, az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Ha írnának nekünk, az e-mail címünk az, hogy tv2040@tv2040.hu, de ott vagyunk a Facebookon is, ott is várjuk üzeneteiket. Mára pedig én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!